Kedves nézőink, egy újabb témával folytatjuk, ahogyan ígértem már műsorunk elején. A romániai választások előkészülete zajlik itt Romániában, ha mondhatjuk így, hiszen több változat is már megjelent arra vonatkozóan, több vélemény, hogy hogyan kéne mit, mivel összevonni jövő évben, azaz választani, hogyan kéne ezt megszervezni. Egy rövid összefoglaló következzen most a következő témánk kiinduló pontjáról. Az RMDS azt javasolja, hogy az őszi helyhatósági választásokkal egy időben tartsák meg az elnökválasztást, és erre vonatkozóan egy törvényjavaslatot is benyújtott. A hatályos törvény szerint az elnöki mandátum lejárta előtti hónapban kell megszervezni a választásokat. Miután Klaus Johannis mandátuma december 21-én jár le, novemberre kellene kitűzni a megmérettetést. Ezen módosítana az RMDS úgy, hogy már 90 nappal a mandátum lejárta előtt megejthessék a szavazást. 2024-ben európai parlamenti, helyhatósági, törvényhozási és elnökválasztásokat is tartanak Romániában. Az európai parlament képviselőire június 9-én szavazhatunk, ez a rögzített időpont egységes az unió tagállamaiban. A szociáldemokrata párt azt szeretné, hogy a parlamenti választásokat az elnökválasztások után tartsák, eszerint szeptember 29-én tartanák a helyi választásokat, november 10-én, illetve 24-én az elnökválasztás két fordulóját, december 8-án pedig a parlamenti választásokon szavazhatnánk. A Nemzeti Liberális Párt saját jelöltjei szempontjából előnyösebbnek látná, hogy a parlamenti választásokat az elnökválasztások előtt tartsák. Az időpontot a kormány tűzi ki, így parás koalíciós egyeztetések várhatók. Telefonon csatlakozott hozzánk Csuma Botond, az RMDS szóvivője, a képviselőházi frakció vezetője és a szövetségnek. Jó estét kívánok, képviselő úr! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket! Ismételten választások összevonása a téma, hiszen most az RMDS állt elő egy olyan tervezettel, amiről még az eddigiek alapján, egy olyan forgatókönyvvel, amiről még nem beszéltünk, illetve egy román párt részéről sem érkezett ez a javaslat. Miért most? Hiszen közel egy éve mondja az RMDS is, hogy össze kell vonni a választásokat, valamit valamivel össze kell vonni. Miért most állt elő a szövetség egy ilyen tervezettel? Azért álltunk elő most, mert még határidőben vagyunk, lehet módosítani a választási törvényeken. És azért tettük meg ezt, mert hogyha figyelte ön is az utóbbi időben a politikai narratívát, a közbeszédet, nagyon sok romániai politikus beszélt arról, hogy össze kellene vonni a választásokat. Csak a Nemzeti Liberális Pártelnök azt is mondta, hogy négy választás lesz ugye jövőre, és hogy a választópolgárok elfáradnak, négyszer kell az urnák elé mennünk, és elfáradnak, meg gazdaságilag sem a legracionálisabb külön tartani, mert sok pénzbe került, tehát a gazdasági ráció kérdését is felvetette. Mi azt mondtuk, hogy ha mások erről beszélnek, mi teszünk valamit, teszünk egy gyakorlati lépést az összevonás útján, és letettünk egy törvénytervezetet. Ez történt meg. Most megnéztük, hogy mivel lehetne jogi szempontból összevonni, és azért jutottunk erre a következtetésre. Egyrészt, mert a parlamenti mandátumoknak a mandátumokat nem lehet lerövidíteni időben. Az önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, alpolgármestereknek a mandátumát nem lehet meghosszabbítani csak rendkívüli állapotban, ahogy történt az a koronavírus járvány idején, ha visszaemlékszik 2020-ban, akkor vagy két és fél hónappal, majdnem három hónappal meghosszabbították, csak szeptemberben voltak a választások, az önkormányzati választások, miközben meg kellett volna őket tartani júniusban. És ilyen körülmények között arra a konklúzióra jutottunk, hogy csak az államfő választást lehet összevonni az önkormányzatival úgy, hogy a többi érvényben lévő jogszabálynak nem mondjunk ellent. És iktattunk egy ilyen jogszabályt, aminek értelmében ez csak egy lehetőséget tartalmaz, hogy hamarabb is meg lehet tartani a mandátum lejárt előtt, nem csak az azt megelőző hónapban, hanem 90 nappal hamarabb már meg lehet tartani az államelnök választást. Ismerik biztosan az amerikai, az Egyesült Államokban lévő példát, ott novemberben vannak az elnök választás, novemberben tartják,
és az új elnök az, aki megnyeri a választásokat, az csak januárban, következő év januárjában kezdi el a mandátumát, tehát van rá precedens, hogy nem rögtön kezdődik a mandátum a választások után, hanem eltelik egy bizonyos idő. De Csoma úr, mi a politikai háttér garancia arra, hogy ezen eddigiekben sok elhangzott forgatókönyv, vélemény, úgymond kívánság mögött az RMDSZ változatának legyen egyfajta politikai támogatottsága a román parlamentben? Természetesen nincs, de hogyha nem is teszünk be egy törvénytervezetet, akkor csak ilyen üres locsogásnak tűnhet, nem a választópolgárok szemében az, hogy csak beszélünk az összevonásról, de nem csinálunk semmit. Mi letettünk egy törvénytervezetet, ez bekerül a parlamenti procedúra, aztán meglátjuk, hogy a román pártoknak mi a véleményük erről. De mi úgy gondoltuk, hogy valamit tenni is kell, nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is valamit, és ezt tettük. Itt adtunk egy törvénytervezetet, ami módosítana valamit, ami most érvényben van. Hát ugye a régi magyar közmondás is mondja, hogy sok beszédnek sok a zaja, az RMDSZ most lépett, nem csak beszél róla. Itt azt láthattuk az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján, hogy a szociáldemokrata párt is és a liberális párt is teljesen más forgatókönyvet akar, azaz ellent mondanak egyik a másiknak. Hogyan lehet ön szerint a jelenlegi politikai konjunktúrát és elképzeléseket összehangolni, hogy ez mindenkinek jó legyen, mert egyfajta összevonás csak lesz, legalábbis politikai szándék úgy tűnik, hogy van rá. Ebben teljesen igaza van, önnek nehéz lesz, mert itt az én meglátásom szerint és hipotézisem szerint a két nagy párt, tehát nevezetesen a liberálisok és a szociáldemokraták, abból a szempontból közelítik meg ezt a kérdést, hogy mi lenne nekik előnyös az államfőválasztás szempontjából. Még arra nincs egy modus vivendi, még nincs egy politikai alkó arra vonatkozólag, hogy a két pártnak külön jelöltje lesz, vagy közös jelöltjük lesz. És itt, amíg ez nem dől el, hogy a szociáldemokratáknak és a liberálisoknak lesz két külön államfőjelöltjük, vagy meg tud egyezni a két nagy párt, és egy közös jelöltet állítanak. Nem tudjuk ezt ebben a momentumban megmondani, és ezért ez a pártokban sem dőlt el, vita van úgy a Nemzeti Liberális Párt berkeiben, mint a Szociáldemokrata Párt berkeiben. Kétségkívül, hogy 20 év után, Iliescu óta először úgy néz ki, hogy talán a szociáldemokrata pártnak lenne most először reális esélye 20 év után, hogy úgymond elnyerje az elnöki tisztséget. Tehát úgy tűnik a közvéleménykutatások, meg sok minden utal erre, és olyan utalások is vannak, hogy esetlegesen, hogyha a liberális párt jelöltet állít, nem is kerülne be a második fordulóba, hanem a második fordulóban csak a szociáldemokrata és a szélső jobb oldalnak a jelöltje kerülne. Tehát mindenféle forgatókönyv itt az asztalon van. Tehát a konklúzió az, hogy hogyan viszonyulnak a két nagy párt ehhez a kérdéshez, a választások időpontjához, és az államfőválasztás időpontjához az elsősorban attól függ, hogy hogyan mérlegelik a saját esélyüket, és hogy mi lesz végül, lesz külön jelölt, két pártnak külön jelöltje, vagy egy közös jelölt lesz. Az RMDSZ szempontjából az a fajta összevonás, ami a helyhatósági választások, illetve az államfői választásokkal járna, hogyan szolgálhatna előnyére az erdélyi magyar szavazótábor mozgósítása tekintetében? Ugye azt tudjuk, hogy nagy a tétje az önkormányzati választásoknak, erdélyi magyar szempontból is, illetve az államfő választásoknak másfajta tétje van számunkra, de ott is van egy tét. Szóval önök szerint hogyan fog ez hatni? Nézd, mi nem a mozgósítás szempontjából értékeltük ezt a kérdést akkor, vagy elemeztük ezt a kérdést akkor, amikor letettük ezt a törvénytervezetet, mert nyilván arra nekünk esélyünk még a 2024 Romániájában sincs, hogy egy magyar etnikumú ember legyen államfő. Hogy most egy államfő választás mennyiben mobilizálja, vagy nem mobilizálja a magyar közösséget, ez egy másik kérdés. Ezt nem tudnám önöknek most itt elmondani. Nyilván, hogy van egy tétje az államfő választásnak, mert a hivatalban lévő elnök, Johannes, nyilván már volt két mandátum, ez a második mandátum, nem indulhat újra. Ilyenkor mindig egy kicsit nagyobb a tétje. Most, hogy ez mennyire mobilizálja, vagy nem mobilizálja, hipotézisem szerint ez nem mobilizálja ugyanannyira az erdélyi magyarokat, mint a románokat. Tehát jelen esetben bennünket mobilizáció szempontjából nem igazán segít. Amúgy az önkormányzati választásoknál a mobilizálás az nem éppen olyan, nyilván fontos, de nem éppen olyan fontos, mint egy európai parlamenti választásnál, vagy egy országos parlamenti választásnál, el kell érni egy 5%-os országos parlamenti küszöböt.
egy kicsit másképpen tevődik fel. Szóval ilyen szempontból csak még egyszer mondanám, hogy minket nem az a gondolat vezérelt, hogy most ez politikailag milyen hatása lenne, vagy az RMDSZ-ből hogyan profitálna, vagy nem profitálna, hanem azt mondtuk, hogyha erről van egy narratíva, hogy össze kell vonni választásokat, akkor tegyünk egy konkrét lépést ezen az úton, és iktassunk egy ilyen törvénytervezetet. És ha már az államfőválasztásokról is beszélünk itt ma este részben, akkor meg kell kérdeznem öntől, hogy ugye az RMDSZ részéről azt már tudjuk, hogy Kelemen Hunor a szövetség elnöke nem fog indulni államfőjelöltként, viszont más jelöltje biztos, hogy lesz a szövetségnek. Egyes vélemények arra következtetnek, hogy Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere lesz a jelöltje. Abban az esetben számolt-e azzal a szövetség, hogyha egy időben lesznek a helyhatósági, illetve az államfői választások, akkor ez egyfajta veszteséggel járhat a szövetség számára, hiszen ugye két pozícióra nem indulhat egy személyben. Nem elemezték ezt a kérdést, tehát arról döntés még nem született, még folyosói plegykák sincsenek arról, hogy ki lesz az RMDSZ államfőjelöltje. Tehát én teljesen őszintén mondom, önnek ebben a pillanatban nem, hogy döntés, még RMDSZ-en belüli folyosói plegykák sincsenek arról, hogy ki lesz az RMDSZ államfőjelöltje. Most, hogy Antal Árpád valószínűleg, nem tudom, én csak valószínűleg szerintem, hogy polgármester jelölként is indul Sepsiszentgyörgyön, szerintem Antal Árpád annélkül is meg tudja nyerni a polgármesteri széket Sepsiszentgyörgyön, hogy ő most államfőjelölt legyen, vagy nem. Tehát ilyen szempontból nincsen relevanciája ennek a dolognak, nem kezelném kapcsoltáruként ilyen értelem ezt a két dolgot. Tehát nincs, még személyes vonatkozása sincs ennek a törvénytervezetnek, amit itt adtunk, mert mondom, senki nem tudja a jelen pillanatban az RMDSZ-ben, hogy ki lesz az RMDSZ államfőjelöltje. Ahogyan mondta a beszélgetésünk elején, hogy azért is iktatták most ezt a tervezetet, mert a jogi határidő keretekben még beleférne ez a módosítás, de mi az ön szerint, illetve a jogi hátteret ismerve az utolsó pillanat, amikor már nem lehet a választási rendszer a választások menetében bármilyen fajta módosítást eszközölni, azaz mikor fogunk tiszta képletet látni? Választ el bennünket a választások időpontjától. Elnézést, ezt sajnos nem hallottam. Mikor egy fél év választ el bennünket fél már csak a választások időpontjától. Tehát a következő időszakban még jócskán van idő a politikai alkuk és irányvonalaknak a megszabására, hogy kinek mi az érdeke a választások megszervezésében különböző összevonásában. Igen. Még van rá egy kis idő. Még van rá egy kis idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és válaszolt kérdéseinkre. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm, hogy ma este velünk tartottak itt a 24 pluszban. Legközelebb hétfőn este 8 órától várjuk önöket közéleti aktualitásokkal, de addig is maradjanak az Erdélyi Magyar Televízió társaságában, és kövessenek minket. Én köszönöm szépen, további szép estét, a viszontlátásra.